Na szevasztok, folytatom tovább akkor itt az amerikai életemet. Farming 14-es térképen. Annyi változtatást csináltam, ugye ahogy ígértem az előzőekben, hogy följebb húztam a bálázónak egy kicsit a kitöltési sebességét. És akkor, na várjál. Így. Úgy gyerek. Haladjál te a szántással. Én megmegyek vissza és bálázok tovább. Ja igen, na. Ha minden igaz, akkor működik. Ahogy illik. Tehát most valamivel gyorsabban kell, hogy ürítsen. Mert hát az elején, vagyis hát az előző részben, amikor elkezdte, ürítettem vele, akkor igencsak nyugdíjasan ürítette a bálákat. Most egy kicsit gyorsabban kék, hogy ürítsen. Haladjunk. Ó, basszus, jó van. Közben is felejtettem oda nézni, hogy elindítottam a felvételt, de hát elindítottam, jó van. A izét azt nem molesztáltam, hogy 85 helyett esetleg 90-nél kezdjen el pittyegni, mert úgy gondoltam, hogy be, most tök mindegy. Így, hogy gyorsabban ürít, így nem pittyeg olyan hosszú ideig. Hoppá, nem arra, erlőre. Nem pittyeg olyan sokáig, nem olyan zavaró, vagy legalább... Ja, hát igen, vannak ilyen apró zavaró tényezők, amik lehet, hogy másokat nem zavarnak, engem egy kicsit zavar, mint például az is, ugye, hogy sok minden kitakar a játékba akkor, amikor nem kell. De hát az most már kikapcsolható. Na nézzük, hogy ez hogy szedi össze ezt a vastag csíkot. Itt egy kicsit lassabban megyek, hát ha nagyobb gondot okoz neki. Jó. Meg hátrébb tolok egy hangyafasznyival. Hát így azért valamivel korrektebben ürít. Egy picit lassabban, biztosabban föl tudja szedni az egészet, mert hát ne hagyjon, már ott hagyjon. Ez kellett neki ez a kis izé rásegítés, hogy gyorsabban ürítsen. Nem tudom, hogy a gyáriak milyen gyorsan ürítenek, mert fingom nincs annyira, nem néztem meg. Azt tudom, hogy ennek adtam rendesen. Megemeltem a kitöltését. A 0.35-re volt írva, átírtam 1.35-re, és most így ürít ezzel a sebességgel. De hogyha türelmetlen lennék, még írhattam volna nagyobbra is a jó szemeimet, hogy lesni kell, hogy hány százalékon van ilyenkor, meg jó lenne, hogyha bent lenne, vagy a húd nagyobb lenne. Mindig van valami, ami nem tetszik. Viszont csinálnom kell izibe, gyerekek, mert izé, hozém, izé, bizé. Ott az ekés gyerek, aztán itt is, ezt is lassan kéne izélni, műtrágyázni, meszelni, ajajaj. Hát meg bérmunkát még nem is vállaltam, az meg mi az ott a szélén? Ez meg mi?
Ez hogy került ez ide? Lehullott némi kis mag. Ennek nem lenne szabad itt lennie, én ide csak búzát festettem. Égyni. Ajajaj, hát egész más a gyerek fekvése. Meg ennek amúgy is ennek a Galignani bálázónak a szedési szélessége az elég keskeny volt. Ugye azt is egy picit mókoltam, hogy szélesebben szedjen. Nem sokat, csak egy picit. Mert hát ha meg nagyon átírom, hogy szedjen egyszerre két sort, akkor meg két percenként, vagy két másodpercenként meg kell állnom. Az se jó. Mondjuk egy kockabálázónál annál jó. Hogyha egyszerre egy több vagy szélesebben szed, mert az ugye szórja pikpak kifelé. De hát egy körbálázónak a méretét hiába húzott széjjelöbb. Na, hát lesz azért csak-csak bála. Több is, mint amire gondoltam, hogy lesz. De mindegy, jobb is az, hogy megszereztem ezt a bálázót, kibéreltem, mert ez később is jó lesz, ugye, tehenek alá mindig kell, és így el tudom tárolni is, még széna vagy bála tároló nélkül is. Lesz összeszedni. Utána már tudom én csinálni itt a műveleteket, bár mondjuk a másik traktort azt utána el lehet indítani a tárcsázással azon a földön. Annyi, hogy a szélét azt szerintem, mivel nem adtam neki düllőt, azt meg kell csinálnom nekem, hogy a szélét leszántsam. 90, jó. Hát abszolút nem vagyok elkésve, hát szeptember van, mit aggódok én meg ezen? Szeptember van, még hát bőven van időm a következő augusztus-szeptemberig, amíg eljön a betakarításnak az ideje. Jaj, persze itt a végén keresztbe elhúzta, amikor el akart menni oldalra, szélső sorra a kombány. És azért van ott keresztbe az a szalmarend.
Hát csukjad, Fáni, csukjad. Nem azért baszakodtam veled 3 másodpercet, hogy ne üdítsél gyorsan. Ó, belelógott a faág. Jó. Na mindjárt kész is vagyok. Órák kérdése. Nem vagyok annyira súher. Senki nem mondhatja, csak én. Ja, ugye? Pedig de súher vagyok. Szeretem azt, amiért megdolgoztam, és megérdemlek azt összeszedni. Úgyhogy össze is kapom még az utolsó szalmaszálat is. Az meg mit tököl? Még nincs kész? Még nincs kész. Ez meg csak pittyeg, pittyeg. Ja, hopsz, előre. Nem is tudom, már régen használtam, ugye legutoljára a Kárász térképen használtam azt az autólódos bálapótot, úgyhogy már nem emlékszem pontosan rá, hogy ezt be kell kapcsolni, de tudja, hogy be kell kapcsolni. És hogyha leakasztom, azt hiszem akkor is szedi. Hát, ha nem, akkor pofára estem, aztán akkor viszont nem úgy fogom szedni, mint ahogy terveztem. Mert akkor automatán fölkapkodja. De hát mindahogyan célszerű egy homlokrakodó trágya villa, mert a ganyihoz viszont kelleni fog. Mert hát az viszont reményeim szerint lesz már trágya. Mindjárt meg is nézem, hogy adja-e már a trágyát. Adják-e a tehenek a trágyát, mert hát akkor nem fogom etetni őket, hogyha nem, még csak nem is szarnak. Most ugye nem a tej nekem az elsődleges cél. Az se lesz egy hátrány, természetesen majd idővel. Hogyha már úgy állok anyagilag, akkor bealkotok egy takarmánykeverőt. Vagy pedig berakom azt a módot, amit most elfelejtettem, pedig az előző részben ott mondtam, hogy kéne egyet berakni. Azért a raklapos teljes takarmány szajrét, hogy lehessen venni. Hé, hát azt miért hagyod ott? Hát ne legyél már ilyen izé. Mi van, megázott? Nem akarod főkapni? Hátrafelé is szedi? Hátrafelé is szedi, jó.
Van balázási megbízás is, az tuti. De azt nem szeressem csinálni, mert ott sodorni kell, meg széna kell, akkor most saját géppel már nem tudom, mert akkor izé kell sodrót, forgatót bérelni. Az meg nekem egyelőre nem kell. Ezt a vékony csíkot, a maradékot nem tudom, hogy érdemes-e. Nem lesz egy, még egy bála. Na várjál csak. Kibaszunk a helyzettel. Megnézem, hogy mit érdemes. Hol van? Mit érdemes árpa? Búza, árpa, az szinte egy árba megy. A zab, ó, az jó, a zab, zab. És ez is ad szalmát. Úgyhogy zab. Zabot. Aha. Na, várjál csak. Mikor van ennek a betakarítási ideje? Hol is tudom azt megnézni? Várjál már, hol van az? Ez. Ha melyik a izé? Hova rakta azt? Itt az állat. Ez. Ugye itt a térkép, ez a másik, ez a cosplay. Ez is a cosplay. Ez nem az. Ja, ki van kapcsolva izé? Baszki. Hát ki van kapcsolva a, hogy hívják a... Ja, jó. A szezonális, hogy hívják, és akkor ilyenkor nem annyira számít. Na mindegy, zabot fogok vetni, szerintem zabot, ja. És akkor még alkotok egy múcsolót, és a múcsolóval viszont lehet múcsolni a szárát. Aztán utána akár jöhet cirok is, mert az sincs olyan rossz szárba. De a repce után, mert repce is mozgatja a fantáziámat nagyon. Na várja, a repcének a leadási, hát mindegyik december, január. Zab, december, január, február. Zabé, az is január, február. Mindennek a leadási ideje legjobb. Gyuri Bojkánál. Mondjuk ezt most is érdemes lenne eladni. De ahogy látjátok, január, februárba a zab. Akkor 1900. Hát nem tudom. A repce hozama az a baj, hogy az kisebb, a zabé viszont nagyobb. Tehát a mennyiségben, árban jó a repce, de viszont nem ad annyit, mint amennyit a zab ad. Úgyhogy mindahogyan a zab fog maradni. Készen van a csöves kukorica, úgyhogy opa! Úgyhogy mindjárt leszántam a maradék részt. És akkor elindítom szépen a tárcsázással. Zab után ugyanúgy tudom szedni a izét, a szalmát, úgyhogy ezt is felszedem ezért. El is tudom rakni. Kimaradt egy-két ilyen kis folt, nem vágta le a izé kombányos gyerek. És
félre rakom valahova ezt a bálázót, most egyelőre nem kell. Ilyen fifikásra fogom betárolni, vagy berakni az izébe. Garázsba. Épp. Páni. Épp. Szépen egyenesen. Jó. Úgy. Na várjál. Félreállítom ide ezt a traktort. Egyelőre. Egyelőre egy hátra. Ugye ezzel jobb oldalról is be lehet szállni. Mert már menő, már nagy traktor. Hőgazsi. Höp, mondom hő. Ez miért csukta össze? Hát ki mondta neki, hogy csukja össze? Én nem mondtam. Szélét szépen lehúzom. A düllőjét. Én nem tudom miért van, sokan nem szeretnek szántani a farmingbe, én szeretek. Kicsit szuttyogós meló, de élvezhető része a játéknak. Főleg belső nézetből tök jó. Na, Rittig nem oda sikerült állni, ahova terveztem, hanem egy kicsit arrébb ment. Hova? Hát nem oda akarok én menni. Emeld vissza. Úgy. Így, ide. Így. Nem látod a terveimet, hogy mire így gondolok? Elviszi a szép. Pont. Jó van, ügyes volt a izé a segítő. Ez egy 4,4 méteres eke, ennél nagyobb nem is kell erre a térképre. Szerintem, legalábbis nekem, aztán mindenkinek más az igénye, az elvárása. Na most össze lehet csukni. Ő és a wifi-s autómosót nem raktam be. Pedig pont beszéltem róla az előző részbe. Jó helyen lesz ez itt. Reméljük, hogyha jön egy kis eső, akkor az majd lemossa. Bár igen kicsi az esélye. Szerintem ez az orsúly, ez bőven elég lesz arra, hogy ne essen hanyatt. Fasza.
Jó, nem tudom, hogy a cosplaynek kell-e itt izét rakni, de az a biztos, ha erre így. Ja. Düllőt húzzál, komám kettőt, simítottan, élesen forduljál. Egyszerű útvonal tervezés. Erdje. Ja. Ó, kaszálnom is kéne. Azt a büdös mindenit. Na, ezzel menjünk vissza a bútba. Aztán hozzuk el a izét, bála pótot. Mondjuk mehettem volna másik úton is, de azzal egy kicsit, arra egy kicsit kerülő lett volna. Nem jön semmi. Se jobbról, se balról, se balról, se jobbról. Szemből meg végképp nem. Köszönöm szépen a lájkokat és a feliratkozásokat. Látom azért, van értelme némi kis tartalmat csinálni, attól függetlenül, hogy igen sokan csinálják. Ugye én nekem hátrányom az, hogy gyenge a netem, és nem tudom élőadásba csinálni, hanem csak videóról csinálom. De végül is jobb is ez így nekem. Nem igazán rajongok az élő, tehát a streamekért, hogy én live-ba mutassam a dolgokat, a műveleteket. Itt is porszívóznak. Na várjál, majd erre most rá kell jönnöm, hogy hogy is van. Hűha. Ez egy kicsit közel van. Nem baj, hátrébb tolom. És akkor szépen el lehet fordulni vele. Jó. Gépi dolgozó. Várjál. B. Működési helyzet. Aha. Szállítás. Jó, működési helyzet. Elméletileg így van bekapcsolva. Ő nem néztem el, jobbra jön-e valami. De a tükör szerint nem jött semmi. Az a baj, hogy én jobban összetörtem volna, mint a személyautó. Na, itt egy picit csalok. Átvágok a mezőn. Ja. Ezt kikapcsolom. Ennyivel is kevesebb takarjon ki feleslegesen. Nem tudom, azt hiszem ez olyan 18 bálás. Ez a bálaszedő 18 darab fél rá körbálából. Hú, baszki. Körbálára állítottam én ezt. Várj, ez az én fődem, ez.
Szedi? Szedi. Jó. Szedjem össze izéval, homlokrakodóval, vagy csak így menjek végig? Lehet, hogy csak így. A lustaság félegészség szokták mondani, lehet, hogy csak így végig megyek. Érted? Időspórolás. Nagyon szét vannak szórva, csak azért nem szedem össze izéval, homlokrakodóval egyébként összeszedném, érted? De nagyon szét vannak szórva. Így. Akkor szépen összeszedi így nekem. Nem kezdem így belődni. Mert az idő kevés, bála sok. Megpróbálom megmagyarázni, hogy miért vagyok lusta összeszedni. Homlokrakodóval. Pont rá is fog férni. Várja, erre megyek. Így, fasza. Hopp, ja, az nem az. Jó, nincs több. Ha ilyen gyorsan halad a fáni. Szerintem ezt a homlokrakodó részt, ezt meg le is csatolom ott a trágya töltőnél. Rágyatárolónál, meg megnézem akkor, hogy mennyi ganyi van. Ugye nem kell betárolnom a bálát, pedig jó lenne, mert a bálák azok általában tudnak lagot okozni. De ezt ide lerakom most szépen. Na várja, hogy kell ezt lerakni? Azt hiszem ezt egérrel kell, nem? Várja? Várja. Így zé. Mondom, opa. Na most mit csináltam? Ez nem az. Z. Mi a f... Ja, B. Baszki. B. Jó. És akkor... Z. Kirakodás. Leállítása. X. X-el. Mi a f... Na várjál, le kell pakolnom minden ezt a izét, a szajrét, mert... Úgy... Keverem most itt a dolgokat. Hú, van már ganyém, nézd csak! Akarom leakasztani, hanem... Így. Ennyi trágyám van már? 1095 liter, fasza. Na és akkor most bál a kirakodás Z. Z. Most ha minden igaz... Z. Nem. Hogy a picsába? Apa, ez nem az. Várjál, majd mindjárt rájövök. Z, nem B. Jó, és akkor... Hát pedig itt valahogy X kéne, hogy csinálja. B.
B. Működési helyzet. Szállítási mód. Várjál, így. Aha, ja így, nem így. Így. Nem így. Így. Ó, az apátfaszát. Jelensz meg ide. Zé. Ja, így. Ó, bassza, meg én a bal egérgombbal húzogattam, aztán jobbal kell. Mert így tudok fordítani rajta egy kicsit. Aha. Így. Csak közben megjelenik ez a kurva cosplay felirat. Vissza, és akkor lejjebb. Jó, és akkor most ide. X. Ugye? Hoppá, nem X, akkor Z. Mi a fasz? Hát mivel rak? Így. Z. Ó, basz, szétgurultak. De miért? Na mindegy, nem tudom. Valamiért szétgurultak. Jó. Lényeg az, hogy megoldódott a probléma valamennyire. Betolom oda hátra a pikétre, aztán nem lesz vele gond. Most egy ideig úgy se kell. Égyni. Jó, ezt kikapcsolom. Ezt kikapcsolom. Ezt lekapcsolom. Jó. Na, akkor nincs más hátra, mint előre. Jöhet egy kis műganyi. Ugye vár. Célszerű előre, várjál, ott a súly, az felrakom. Ígyni. Ja, mindig ezt nyomom. Így. Ahol most az irányváltó van, azon a gombon volt eddig a felakasztás, leakasztás, aztán mindig azt nyomkodom. Így, és akkor most a műt... Ja igen, ez műtrágya, jó? Ezt itt megganyízom. És akkor itt meg lehet indítani a szántásosdit. Ja, meg is messzelem. Így. Jó lesz ez így. Jó ez ezeknek. Bár mondjuk nagyon nem lehet látni, de se baj. Lényeg az, hogy elfogadja. És akkor ez szerint a technika szerint fordulunk. Amit biztosít nekünk a vehicle controlladon. Ugye itt nyomsz egy alt A betűt, akkor ráfordul a következő sorra, hogyha a baloldali sorra, hogyha nyomsz egy control, alt D betűt, akkor ráfordul a következő jobb oldali sorra. De mondjuk így.
Mondjuk itt elég sokat szórok a szomszéd földjére is, ami felesleges kiadás nékem. Na de hát megbírja a gazdag cég, érted? És akkor zabot mondtam, hogy az lesz vetve. Mindjárt végez. A vetést azt már én akarom csinálni. Úgyhogy, hogyha a kolléga végez, akkor szépen egy picit várni fog. Utána ráakasztom neki az ekét. Jó, várjál. Nem maradt foltos. A gyomot addig kikapcsolom, meg a jó, nem maradt foltos fasza. Ó, ez jó gyomos, ez nem. Na, akkor meg is hagyom ezt a nyomvonalat, ez szerint tudok meszelni. És a műtrágyát vajon kiengedi-e rakni oda melléje? Ide viszont kell majd meszet töltenem. Nem biztos, hogy oda kiengedi rakni a műtrágyát, mert azért ez mennyi? Három? Hát de mondjuk 4 zsák. Ide. Kicsit elrébb rakom, és akkor ide ki fogja engedni szerintem. Vagy rakjam át oda? Inkább átrakom ide. Így. Talán engedi. Hát, és a többi? Kolléga. Nincs elég hely. Hát mi az, hogy nincs elég hely? Nem félsz-e? Fene a bűrödet. Hogy? Ó, basszus kulcs, hát most... Várjál, kibaszok én a helyzettel. Azt hiszem. És most oda meg... Na várjál. Hogy de lassan tölti. Úgyni. Adjál csak. Úgyni. Jó van. Készen van a haver. Ide viszont több méz kell.
Egy pillanat, valaki jött, ki kell nézni, mennem, mindjárt jövök, egy két perc. Na, már itt is vagyok. Lemeszelem azt a fűdet gyorsan, aztán elindítom a szántogatással a kollégát. Jó volt ez, mínusz 47 euró bérköltség, hajaj. Kész vagyon. Mézből ugye több kell. Nagyobb rá a fogyasztás a földnek. De se baj. Ha meghol, ha pótolja majd a mennyiség, meg a minőség. Jó, ez a Ctrl-As megoldásos. Ja, mondjuk nem biztos. De nem hagyta ki ott a sarkot, jó. Azt hittem, hogy ki fogja hagyni. Se hagytak. Jó. Hát egy picit átszórok a szomszédnak birtokára, de veszett már több is Szibériánál. Vagy Mohács? Mohácsnál. Ja, vagy valamerre arra. Vagy Szajknál, nem is tudom. Debrecennél. Ja. Fogy a pénz azért rendesen. Jobban fogy, mint ahogy jönne. Úgyhogy valamit ki kell találnom, hogy azért legyen hozam. Egy-két bérmunkát most már be kell vállalnom, meg úgy kell bérmunkát bevállalnom, hogy azért abból jöjjön nekem lóvé, és csak először az én földjeim legyenek rendbe rakva, és akkor utána már tudok máséra is gondolni.
Így. Na most már ezt a nyomvonalat kitörlöm, és akkor főveszem a... Ja, várj, ez le van engedve, basszus kúcs. Így. Benne is hagyom most egyelőre, nem bíbelődök azzal, hogy ürítgessem. Berakom tető alá, nem fog becsomósodni így nekem a mész. Hőgagyi. Zsákba se lesz semmi baj a műtrágyának. Ja. Két egyforma lóerővel rendelkező traktorom van, úgyhogy tök mindegy, hogy melyikkel kezdek el szántani. Hú, de kéne kaszálnom egy kicsit a teheneknek, mert nem tudom, hogy hogy állnak. Fű ügyileg. Hú, de csúnya. Aha, hát van még. Nem sokat esznek. Széna nincs. El vannak azzal a izéval. Kis fűvel. Na, erdje. Várj, ez merre nyúlik ez a föld? Elméletileg az út felé. Aha, erre így. Jó. Mindegy, mert a szélét majd úgyis nekem kell megcsinálnom. Nem akarom, hogy olyan csúnyán csinálja a segítő, hogy izé először bedüllőzze, és akkor... Így. Csinálunk rá egy útvonalat. Jó. Így. Körbe, egyszerűen. Düllő nem kell, ez miért 4,8? Nem 4,4? 4,4. Így. Így. Dolgozzál szépen, gyerek. Farming Simulator 18-ban használtam sokat ezt a tárcsát. Elég nehéz volt megszerezni. Elég sokat kellett érte dolgozni, hogy meg lehessen venni. De hát hasznos volt 18-ba. Meg hát itt is egy jó kis dolog. Hát a Muki az ma nagyon dolgozik. Így. Három rész, sőt, hát igen, majdnem három rész kell ahhoz, hogy izé el tudjam kezdeni a vetés. Tehát, hogy a vetőágy normálisan meg legyen csinálva, el tudjam kezdeni a vetést. Na, még mielőtt el nem felejtem,
Be kell állítani, hogy zabot vetek, így. Nem ám izét. Búzát rakok ide. Mondjuk ezt is kiadhatnám Corsprinek, és akkor én elmehetnék kaszálni, ugye? Ígyni. Picit hátrébb tolok. Hoppá, nem ezt akartam. Ezt akartam. Így. Jaj, hát gyerekek, nagyobb forgalom van itt ebbe a kibaszott pince soron, mint lent a faluba. És akkor ez a nyűves polgármester, ez úgy lenézi ezt a pince sort, mint hogyha nem is lenne. Holott már családos, gyerekes családok laknak itt, idősek, középkorú családok, és magasról szarik a világra. Hát ilyenek ezek a nyüves szarházi. Nem mondom tovább. Csak fölbasszantom magam. Ilyen embereken. Mint a mi polgármesterünk. Ez egy tróger. Erről a vetőgépről azt hiszem már csináltam mi a fenét, port videót, de nem ezzel a traktorral. Azt a kurva, de élénk narancssárgás a traktornak a színe. De hát, hogyha lesz még egy sort, az se baj. Ugyebár. Szépen meg lehet ezzel fordulni, ezzel a izéval. Ezzel a tetsznikával. Igen, ezzel a vehicle control addonnak a technikájával, amit én nem tudtam, mert nem olvastam utána, hanem a random multit, amit kor csináltam, akkor a kolléga mondta, hogy kell. Tök jó. Beállítod a tempomat, sebességet a traktoron, akkor meg aztán ki se kell kapcsolni, csak irányváltózol, aztán már áll is rá. Mondjuk itt például, hogyha így csinálod, akkor elég csúnyán fordul rá, de hát így is jó. Csak annyi, hogy nagyobb ívet kell neki hagyni, hogy nagyobb íven meg tudjon fordulni. Hat méteres ez a vetőgép. De hát ahogy látjátok, ezekre a földekre, ami van ezen a térképen, földméretek bőven elég szerintem. Úgyhogy csinálj is valamit, tehát ne 2 perc alatt végez egy munkával, hanem élvezni tud a játékot. Bár vannak olyanok, akik arra törekszenek, hogy na akkor minden áron minél hamarabb
meggazdagodni, vagy kivégezni azt a térképet. Szerintem ez így pont jó. Lehetne ezt kisebb géppel is csinálni, ugye értelemszerűen. És akkor még nagyobb lenne a kihívás, de hát ez szerintem így is tök jó. Örök ifjak team. RTS-t is kéne csinálni. Meg már mióta megvan a cég, aztán alig rakunk bele kilométert, holott benne vagyunk, vagy hatan. Vagy nem is tudom, hogy hányan vagyunk benne, de hatan biztos. Itt van nálunk a Pepe is. De azt se tudom, hogy mi van vele. Pedig ő szokta nézni a videóimat, majd hogyha esetleg nézi, akkor írjon már be. Mert kíváncsi lennék, hogy mi van már vele. Abszolút nem jelentkezik, bár mondta, hogy nagyon sok a munkája. Na, gyerekek, eljutottunk ennek a résznek is a végéhez. Innen fogom folytatni, ígérem. Aztán remélem tetszik a sorozat, és akkor visszavárlak titeket a következő részre is. Addig is elköszönök, jók legyetek, szevasztok!